A Mercedes fejével gondolkodva igenis van szükség arra, hogy a második gyáregység Kecskeméten megépítésre kerüljön, nyilatkozta a kecskeméti televíziónak Weinhardt Attila, a Portfólió vezető elemzője. A szakember elmondta, az is lényeges szempont, hogy már 250 millió eurónyi összeget itt elköltött a Mercedes, így gazdaságilag megéri ezt folytatni, átgondolt, átkalkulált számok mentén. Mi úgy gondoljuk, hogy ha csak gazdasági racionalitás szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor attól nem kell tartani itt a kecskeméti vállalkozói rétegnek, illetve akár ingatlan befektetői és egyéb üzleti szereplőknek, hogy ez a gyár ez teljesen meg fog állni és nem is kerül felépítésre. Mindemellett a világpiaci kereslet jelenleg óvatosságra ad okot. Tette hozzá a vezető elemző, ezért van abban racionalitás, hogy a második gyáregység felépítésének folyamatában a cég végig gondolja azt, hogy pontosan mire is van szükség. A Portfolio.hu vezető elemzőjével készült interjúnkat teljes terjedelmében a Kiemelő című magazinunkban láthatják.